A szabadkai közkórházban már alig van koronavírus fertőzéssel ápolt páciens. Az elmúlt 10 napban is csak egyetlen új fertőzöttet vettek fel kórházi kezelésre. Ez tette lehetővé, hogy a szabadkai közkórház részben visszatérjen a normális rendelési módokhoz, illetve betegellátáshoz. A keddi napon már csak 4 koronavírusos beteg szorult kórházi ellátásra Szabadkán, és csupán egyetlen fertőzött van lélegeztetőgépen, közölte dr. Gordana Krtinics, epidemiológus. A szabadkai közkórház segédigazgatója hozzátette, az éjjel-nappal ügyeletet tartó COVID-19 rendelőben napi 10-15-re csökkent a tesztelések száma. To je zaista nešto što daje optimizam i nadu da se situacija zaista poboljšala maksimalno, ali bez obzira na sve apelujem na građane da krajnji oprez je potreban i da bismo u ovakvoj situaciji ostali. Videli ste da je krizni štab popustio mere. Moja apsolutna preporuka jeste da se vakcinišemo svi u što većem obimu da bismo i na jesen zadržali ovakvu stabilnu situaciju. Részlegesen áll vissza a koronavírus előtti munkarend a szabadkai közkórházban. Dr. Branka Miliszávljevics szervezési segédigazgató szerint hatalmas teher hárul mind a járóbeteg ellátásra, mind pedig az osztályokon fekvő betegeket ellátó, valamint a műtéteket végző egészségügyi dolgozókra. Što se tiče hospitalnog dela, kapaciteti su popunjeni preko 70% i svakim danom se povećavaju. A što se tiče ambulantnog dela, počeli smo da radimo preko IZIS-a, znači informacionog zdravstvenog sistema, u nekom dozvoljenom i nama mogućem obimu, tako da će se taj broj povećavati shodno vremenu i shodno našim mogućnostima. A kórházi szakrendelés tehát mostantól ugyanúgy működik, mint az elektronikus receptkiírás. A választott általános orvos ezentúl nem papíralapú beutalót ír ki a betegnek, hanem elektronikus úton biztosít számára időpontot a szakorvosnál.